Mi magyarok. Száz filmet rendezett Hollywoodban. Kertész Mihály. Az első filmjét 1912-ben Magyarországon, az utolsót 1961-ben Amerikában forgatta. A leghíresebb ezek közül az 1942-es Casablanca, Ingrid Bergmannal és Humphrey Bogarttal, amely három Oscar díjat nyert, köztük a legjobb rendezőnek járót. A szakma a valaha volt legjobb filmek egyikeként tartja számon. Kertész Mihály 1886-ban Budapesten született. A Színi Akadémia elvégzése után 1912-ben ő rendezhette ma és holnap címmel az első magyar játékfilmet. A Tolonc című, 1914-ben készült rendezését, a korabeli lapok a legelső jó magyar filmnek találták. Az alkotás egy népszímű alapján Kolozsvárot, Torockón, a Tordai hasadékban és az Aranyos mentén készült. Az egyik főszereplője Jászai Mari, akiről ez az egyetlen fennmaradt mozgókép. Itthon 1919-ig 48 néma filmet rendezett. Ötnek forgatókönyvét írta, négynek szereplője volt. Gálernő a mozi hét hasábjain fényes jövőt jósolt neki. Bizonyos, hogy Kertész Mihály az első lesz, kit a külföld felismer, és kit a megnyíló sorompókon keresztül elvisz a hírnév, dicsőség és a ragyogó, megérdemelt gazdaság felé. A tanácsköztársaság alatt külföldre menekült. Ausztriában és Németországban 1920 és 26 között 18 filmet forgatott, majd Hollywoodba szerződött. A 20. század közepének egyik legsikeresebb amerikai rendezője lett, akinek élete értelme volt a szórakoztatás. Kalandfilm, western, háborús melodráma, bármi lehetett, de csak tökéletesen. Steven Spielberg példaképének tekinti Kertész Mihályt, aki 1962-ben 75 évesen halt meg Los Angelesben. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.